Hogy egészen pontosnak akarunk lenni, már jóval régebben, 1777 előtt is működött iparolóházán, de Károlyi grófi birtok voltunk, és a Károlyi grófok 1736-os jószág összeírása már említ olóházán egy üveghutát, azzal a megjegyzéssel, hogy egy üvegfúvómester dolgozik benne, régi elhanyagolt állapotban van. Tehát 1777-ben tulajdonképpen ezt a régi üveghutát újították föl és indították újjá, tehát az első évtizedekben üveget gyártottak, az 1800-as évek elején, ahogy a középkori aranybányákat próbálták a környéken újra feltárni, az aranykutatása közben találta a kaolinra, ami a kövedény, illetve a porcelángyártás alapanyaga, úgyhogy ekkor alakították át ezt az üzemet, először kövedénygyárra, majd ugye a II. Világháború után porcelángyárra. Kevesen tudják, hogy a gyár létezése egészen pontosan Trianon idejébe veszélybe került. Ugye a holóházát ketté vágták, tehát maga a gyár holóa Magyarországhoz lett csatolva, de a falu Csehszlovákiához került. Ez két hétig tartott ez az állapot, ugye szintén Károlyi grófoknak köszönhetően kiutaztak a béketárgyalásra, és személyes kapcsolataikat latba vetve elértek egy határkorrekciót. Tehát tulajdonképpen holóház a falut is visszatolták Magyarországhoz, és akkor így tudott tovább működni a gyár. Hát ugye az évszázadok alatt gyakorlatilag minden család kötődött a gyárhoz. Aki nem a gyárba dolgozott, tehát konkrétan nem a termelésbe vett részt, az a kisegítő munkákkal, tehát az erdőbe fát termelt a gyár részére, azt a lovaival, ökreivel fuvarozta be a gyárnak, és tehát gyakorlatilag a nép szokások is a gyárhoz kötődnek. Mitől különleges a holóházi porcelángyár? Hát elsősorban a holóházára jellemző forma és motívumvilágról, tehát ugye megvannak a saját formáink, amiket csak mi gyártunk, illetve hasonló se nagyon gyárt senki, illetve a ránk annyira jellemző kék, kobaltkék, zöld és aranyszínek használata. Először formázó alapanyagot állítják össze, ezt követi maga a formázás folyamata. Ez egy gipszből készült öntő forma segítségével történik, majd alaposan áttörölgetik, hogy az esetleges szennyeződéseket eltávolítsák. Jön egy égetés, de ez csak az első, mert legalább háromszor kell kemencébe helyezni a tárgyat, mielőtt kész porcelán lesz belőle. A mázolás során lesz tulajdonképpen porcelán a nyers termékből. Ez csak tiszta kézzel szabad csinálni, nem lehet használni semmi kezdőt, se semmi. Tehát látják, hogy ahogy kiemelik, leteszik, és szemmel láthatóan szívja be a mázat, tehát maradjon. És tényleg olyan, mint hogyha rögtön meg... Igen. Megszárad volna. Igen. Tehát megszívta magát, magába szívta. Ezután két napig áll a tárgy, majd jön egy újabb égetés, és ekkortól beszélhetünk porcelánról. Jön az első minőségi ellenőrzés, majd ami átmegy a rostán, mehet dekorálásra. Kerülhet rá matrica és vagy kézi festés, aranyozás, amit újabb égetés követ. Mi holóházán a legtöbb termékünket aranyjal díszítjük. Ugye hangsúlyozom, hogy ami a porcelánon van, az arany. Tehát ez nem aranyfesték, ez nem aranyszínű festék, ez színarany. Ugye itt a hölgyek pont az aranyozást végzik, tehát látjuk, hogy bemáltották a higítóba az ecsetet, fölkeverik az aranyat, ugye az alafakockával meg tudja a csuklóját támasztani, és akkor a korongon forgatva a porcelánt, rákerül a szabályos egybefüggő csíkja. Hát én nem biztos nem lennék képes. Terméktől függően jöhet még újabb égetés, vagy szükség esetén összeszerelés. Annyi biztos, hogy egy terméket legalább 50 alkalommal vesznek kézbe valamilyen munkafolyamathoz, mielőtt elkészülne. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.